Vihar előtti csend honol a városi strandon. A viszonylagos nyugalom holnapig tart, június 15-én elérkezik a tanév utolsó tanítási napja, ezzel együtt pedig újra kinyit a strand. A vendégeink nagy része nagyon szorgalmazta azt, hogy előbb nyissunk, de próbáltuk azért ehhez is igazítani az iskolai szezonhoz, ugyanis az időjárás is nem mindig kedvező arra, hogy itt most igazi nyári strandidő legyen június 15-e előtt. A nyitvatartás és a belépőjegyek árai is változatlanok maradnak a tavalyi évhez képest. Ez szerint a felnőtt belépő 2000, a gyermek, a diák és a nyugdíjas jegyek pedig egységesen 1500 forintba kerülnek. A családi jegy két felnőtt és két gyermek számára 6000 forintba kerül, minden további gyermek után pedig 500 forint lesz a kiegészítő jegy. Az idei évben újdonság, hogy a kinti fedett nagy bedence teteje megmarad, mivel csak az oldalfalakat veszik ki. Mint látható is a fedő, a sátor teteje megmaradt, így a vendégeink az erős UVB-s sugárzás ellen is védve vannak. Fontos tudnivaló még az, hogy a vendégek, amikor zivataros, viharos idő van, akkor nem tartózkodhatnak a fedett rész alatt, hanem az úszómester utasítására onnan ki kell menniük, és el kell hagyniuk a strand területét, tehát ez arra nem alkalmas, hogy itt védelmet biztosítsunk nekik. Szerdán reggel 8 órától nyit tehát a városi strand, a csúszda reggel 9-től este 6 óráig üzemel. Ennek használatáért továbbra sem kell külön fizetni, a délutáni kedvezményes időszak keretében pedig 16 óra után minden típusú belépőt féláron biztosít a strandot üzemeltető városgondnokság.